Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Pécsi Tudományegyetem Universitas televíziójának műsorát látják. Röviden a tartalomból. Bemutatjuk dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébetet, az Állam és Jogtudományi Kar új dékánját. Felújították az egyes számú belgyógyászati klinika endokrinológiai osztályát. Intermédia az Intermédiáról címmel konferenciát szerveztek Pécsett. 10. fél évét kezdte a Táncoló Egyetem. Takács Eszter énekzene karvezetés szakos hallgató beszél arról, mit jelent számára a zene. Dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet lett az Állam és Jogtudományi Kar új dékánja. A dékánasszonyt a karon eddig eltöltött éveiről és jövőbeli terveiről kérdeztük. Dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet Erdélyből származik. Innen jött Pécsre, hogy az Állam és Jogtudományi Karon szerezzen diplomát 1986-ban. Már egyetemi évei alatt is demonstrátor volt a Nemzetközi Jogtanszéken, mert akkor is olyan jogterületek, jogi intézmények érdekelték, amelyeknek nemzetközi vonatkozása van. 1993-ig egyetemi tanársegédként dolgozott a tanszéken. Kutatásait már egyetemistaként kezdte. Egy olyan témát választottam kutatási témaként, ami egyrészt szakmai érdeklődés is indokolta, másrészt pedig személyes kötelességemnek is éreztem, és ez a kisebbségvédelemnek a nemzetközi jogi vonatkozásai voltak. A kisebbségi téma mellett nem ültem egy évtizedet, több oknál fogva. Váltottam a 90-es évek elején. Ennek az egyik indoka és magyarázata az volt, hogy Magyarország kiszabadulni látszott abból a kötött időszakból, amely 90-es éveket megelőzte, és egyértelművé vált az, hogy a jogászképzésben is, és a jogintézmények között is sokkal markánsabban jelenik meg az európai integráció. Így még diákként ösztöndíjjal Németországban jártam, aztán később, itt a 90-es évek elején olyan lehetőségem adódott, hogy az Európai Közösség, illetve mai nevén Európai Unió joganyagát tanulmányozzam külföldön. Elsősorban Németország területén, német egyetemeken, és az ott nyert és kapott impulzusok alapján egészítettem ki a nemzetközi jogot, a nemzetközi jogi kutatási területemet az Európai Uniós joganyag feltárásával. Ruhács tanár úr támogatásával, miután a szükséges tudományos fokozatokat ütemesen, ahogy az elvárható volt, teljesítettem. Szabad kezet kaptam arra, hogy adjunktusként az Európai Unióval kapcsolatos kutatásaimat elmélyítsem, illetve az ennek alapján összeállítható oktatási csomagot elkezdjem legalábbis közjogi vonatkozásban kialakítani. És ezzel telt a 90-es éveknek a közepe. Számomra mindig is egy nagyon kellemes idő töltés, ha szabad ezt mondanom, a hallgatókkal való együttlét, mert én az előadásokat, szemináriumokat, gyakorlatokat nem kényszerű kötelességnek tekintem, hanem egy olyan fajta lehetőségnek, ami számomra feltöltődést is jelent. Én ezt sokszor szoktam a hallgatóknak mondani, hogy ők csak azt hiszik, hogy csak ők profitálnak esetleg a találkozásainkból. Legyenek biztosak benne, hogy legalább annyit profitálok, és legalább annyi előnyöm származik nekem is abból, hogy együtt tudok akár előadás szemináriumot tölteni. Nyilván mindegyiknek a jellege más és más, de főleg a kisebb létszámú foglalkozások számomra egy különösen jó időtöltésnek számítanak. Dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet 2002-től irányítja a doktori iskola keretében az Európai Unió és az Európai Közösségek Közjogi Alapjai című alapprogramot. Kialakult egy olyan tudásanyag, egy olyan bázis, ami elegendő alap ahhoz, hogy mindazoknak segítséget nyújtsak, akik nem kívánnak megelégedni a jogi diplomával, hanem tudományos értelemben is egy adott területet jobban meg kívánnak ismerni, tehát magyarul a doktori képzés keretében erre lehetőség van, meg hát azért egyfajta felelőssége van az embernek, hogyha egy tanszéken egy bizonyos tantárgyat vagy jogterületet gondoz, hogy utánpótlásról gondoskodjon, hiszen ez a legfőbb feladata a doktor képzésnek, és elmondhatom, hogy büszkeséggel és örömmel, hogy jelen pillanatban közel 10 doktoranduszom van. A dékánasszony 2004-től tanszékvezetője a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszéknek. Önmagában a tanszékvezetés elég plusz feladatot jelent, hogyha az ember ezt komolyan gondolja.
egy nagy létszámú tanszéknek lettem a vezetője, mégpedig olyan elődök után, Herceg professzor úr, illetve Ruhács János professzor úr után, akiknek a nyomdokába lépve az embernek valóban tisztességes munkát kell végezni ahhoz, hogy ez a tanszék azon a szakmai és elismertségi színvonalon maradjon, ami eddig volt. Dr. Sándor Erzsébet a dékáni pozíció betöltése előtt már 2002-től a kar oktatási dékán helyettesi feladatait is ellátta, és a külkapcsolatok lebonyolításában vett részt. Akkor a felkérés meglepetésként érte, de a 2,5 év alatt számtalan munkaszerzési tapasztalatot szerzett, és megtanult belelátni a kar működésébe. Dékánként az eddig is megfogalmazott célkitűzéseket szeretné folytatni a karon. Egyfajta karbantartása, korszerűsítése a jogászképzésben a tanrendnek, én úgy látom, hogy elkerülhetetlen. Bizonyos mértékig az új felsőoktatási törvény is erre fog kényszeríteni bennünket. Ez egy feladat, ami a következő 2 évben mindenképpen folyamatos kezelést fog igényelni. A következő szint, ahol gondolkodnunk kell, és amire a következő 2 évben figyelmet kell fordítani, az feltétlenül az igazságügyi ügyintéző képzésünk, amely igen nagy elismertségnek és érdeklődésnek örvend. Ezt a képzésünket kell hasonlóképpen folyamatosan karbantartani, a tantárgy struktúrát alakítani, korszerűsíteni. A harmadik terület személyesen az egyik prioritásom, amit feltétlenül szeretnék lényegesen nagyobb hangsúllyal megvalósítani a következő 2,5 évben, mint ahogy az eddig történt, az idegen nyelvű képzéseknek a kérdése a jogászképzésben és a pécsi jogi karon. A karon a jövőben a tervek szerint elindítanak idegen nyelvű képzést nem magyar hallgatóknak, valamint a 2006-os tanévtől magyar hallgatók idegen nyelvű képzését is szeretnék megvalósítani. Új kezdeményezés, hogy az erdélyi Babes-Bolyai Egyetem jogi karával közös masterképzés indul az ott tanuló magyar anyanyelvű hallgatóknak pécsi oktatókkal. Felújították az egyes számú belgyógyászati klinika endokrinológiai osztályát. A teljes átépítés eredményeként egy 20 ágyas korszerű egység kezdte meg működését. Az egyes számú belgyógyászati klinika felújított endokrinológiai osztályán 20 új ágy, 3 ágyas izotóp részleg és 2 endokrinológiai és anyagcsere szakrendelő várja a gyógyulni vágyókat. Az endokrinológiának az egyes számú belgyógyászati klinikán több évtizedre visszamenő múltja van, de őszintén el kell mondani, hogy a fejlesztése az elmaradt az egyéb belgyógyászati disziplinák fejlesztésétől, és így a elmúlt 20 évben fehér folt volt az egyetemen belül is, és a régióban is a belgyógyászati endokrinológia. Ezért 2 évvel ezelőtt a centrum elnökségével és a dékáni vezetéssel együtt közösen elhatároztuk, hogy ez egy tarthatatlan állapot és egy jelentős fejlesztésre van szükség, és tulajdonképpen ez egy közös akaratból történő fejlesztés volt, amit nagy részt a klinikának a működési kerete biztosított, és hát természetesen, mint minden fejlesztésnek 2 oldala volt, amit itt lehet most körülöttünk látni, tehát hogy megteremtődött az infrastruktúra, megfelelő kubatúra, amely egy kb. 3-4 hónapos teljes átalakítást, rekonstrukciót jelentett itt a 400-as klinika magas földszint áosztályán, valamint nyilvánvaló van egy nagyon fontos személyi oldala, amelynek keretében 2 kiváló fiatal szakember érkezett Debrecenből. Az endokrinológiai beruházásnak ez lényegében jelen pillanatban a végét jelenti, tehát ezzel az endokrinológia teljes mértékben megteremtődött, de a klinikát tekintve felújításra került a hematológiai osztálynak a nagyobbik részlege, a gastroenterológia osztálynak az egyik részlege, létesült egy új kardiológia vizsgáló blokk. Az endokrinológiai osztály bemutatásával egyidejűleg egy tudományos szimpóziumot is szerveztek, melynek témájául az endokrinológiai és anyagcserebetegségeket választották. Az endokrinológián belül a pajzsmirigy betegségekkel, az anyagcserebetegség területen pedig az elhízással és az ahhoz társuló szívérrendszeri betegségekkel foglalkoztak az előadók. Intermédia az Intermédiáról címmel konferenciát szervezett a Bölcsészettudományi Kar kommunikáció és médiatudományi tanszéke. A programra a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének oktatói és hallgatói érkeztek Pécsre. Az Intermédia Roadshow-t azért szervezte meg a kommunikáció és médiatudományi tanszék, vendégül hívva a művészeti kart és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékét, mert az Intermédia olyan kérdéseket vet fel, melyek társadalomkutatókat, művészeket és képzőművészeket egyaránt foglalkoztatnak.
A Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszéke 15 éve alakult, így az oktatók az eredményeikről és tapasztalataikról számoltak be az intermédia iránt érdeklődőknek. A Budapesti Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkara, illetve a művészeti kar közösen foglalkoznak az intermédia tudományával és gyakorlatával, ami magyarul annyit jelent, mint a képi és fogalmi, illetőleg vizuális, vokális, akusztikus kifejezési eszközök tudománya, használata, ezeknek kommunikációs szempontú igénybevétele, illetőleg kreatív, művészi, esztétikai értékteremtő igénybevétele. Egy nagyon komoly elméleti kutatás folyik a kifejezési formák és eszközök közötti térről, hogyan lehet ezeket átfedni, hogyan lehet minél erősebben embertől emberig eljutni, hogyan lehet a legpontosabban leképezni a valóságot, ennek milyen hatásos formáit lehet majd megtalálni, illetőleg felhasználni akár a reklámban, akár a politikai, akár a művészeti kommunikációban, illetőleg van ennek egy a valóságos alkotással érintkező része, amikor a művész önállóan a maga saját ötleteit bizonyítandó, illetőleg ösztönös szépérzékét vagy rendteremtési készségét igazolandó olyan eszközöket vesz igénybe, amelyek nem feltétlenül tartoznak még az elfogadott vizuális művészeti műfajok eszköztárába. A konferencián az új médiumok, új területek az egyetemi oktatásban, kutatásban és az intermédia kontextusai témák köré csoportosították az előadásokat, párbeszédeket. 10. fél évét kezdte a Táncoló Egyetem. A tavaszi bemutató műsoron a program fellépő csoportjai és vendégelőadók mutatták be tudásukat. Nagyon jó ötletnek tartom, országos szinten egyedülálló rendezvénye ez a Pécsi Egyetemnek, és lehetőséget ad különböző diákoknak, hogy hasonló érdeklődési körű társulatba csoportosulva részt vegyenek különböző hasznos tevékenységekbe, mozgásokba. Alapvetően nyugodt ember vagyok, és szeretném ezt még tovább fejleszteni, és még nyugodtabbá válni. Mindig is vonzottam a keleti kultúrákhoz, kínai, japán ideológiákhoz, és tájcsiból megtaláltam mindazt, ami nekem ahhoz kell, hogy a hétköznapi nyüzsgést egy kicsit leredukálva nyugodtabbá váljak a mindennapokban. Tehát többek között a tájbó, egy kicsit ilyen vérpestítő, kicsit ilyen nőiesebb, de küzdelmi sport jellegű. Az eszkrima is jó volt, bár ezt kicsit inkább férfiasabbnak tartom, de tetszettek az egyéb tánc bemutatók is, illetve a különböző egyéb műfajok. Nagyon örülök neki, hogy vannak ilyen lehetőségek, és külön örülök neki őszintén szó, hogy ezzel a testnevelés órákat is ki lehet vetni. Szerintem ezek sokkal izgalmasabb kurzusok, mint egy átlagos testnevelés óra az egyetemen. Eszkrima kurzussal foglalkozunk, teljes nevén Dosipares Eszkrima. Ez egy Fülöp-szigeteki harcművészeti rendszer, úgynevezett multiszisztéma, tehát nagyon sok területe van, tehát több eszközzel dolgozunk, főleg fegyveres harcművészetről szól, de foglalkozunk pusztaközes technikákkal is.
A következő percekben az egyetemünkön történt eseményekről láthatnak rövid tudósításokat. A művészeti kar Istenkúti épületének aulájában a szobrász hallgatóknak nyílt kiállítása. A tárlaton a betonkurzus szobrait mutatták be, melyek a Dunadráva Cement Kft. Támogatásával készültek. A kiállítást dr. Aknai Tamás, a kar dékánya nyitotta meg, és elmondta, egy kísérlet első darabjait láthatják az érdeklődők, hiszen a betonról és lehetőségeiről nem sokat tudnak a szobrászok, de felfedezése a művészetben hasznos és izgalmas változásokat hozhat. Témabővülések, tartalmi és esztétikai újdonságok születhetnek feldolgozása során. A Kft. Igazgatója is kiemelte, örül, hogy az egyetem és a vállalat keretszerződésén belül a művészeti karral is sikerült jó kapcsolatot kiépíteni, és szeretné, hogy ezen az úton haladva kiszélesedjenek a lehetőségek a művészetben, és a betonnal szabadon álmodozhassanak a művészek. A kiállításon kiválasztották egy hallgató munkáját, így Pécsi Tünde kiemelt ösztöndíjat kapott, és szobrát a jövőben nagyobb méretben a vállalatnál fogják elhelyezni. €2000 támogatást ajánlott fel intézményünknek Lotárs Pétur, aki 1989-től egyetemünk díszdoktora, a Baden-Württembergi tartomány volt miniszterelnöke. Az adományt Kriszt Eugen, a Baden-Württembergi tartomány Dunamenti Svábok Kultúralapítványának igazgatója adta át Komlósi László Imre, rektorhelyettes úrnak. A pénzösszeg a Stuttgart Német-Magyar Társaság 2004-es díja, melyet Spét úr a Felbach-Pécs közötti kapcsolat erősítéséért és ápolásáért vehetett át a tavalyi évben. Egyetemünk díszdoktoraként úgy döntött, egyetemünknek ajánlja az összeget. Takács Eszter egyetemünk művészeti karának énekzenek karvezetés szakos hallgatója. A mindig mosolygós lánnyal Kovács Nóra arról beszélgetett, mit jelent számára a zene. Takács Eszter sok hangszert kipróbált már, hegedűt, zongorát, fuvolát, de igazi kedvence a gitár maradt. A zene szeretetét családjából hozta. Az első dalokat még nagyszüleitől tanulta, jelenleg azonban már saját szerzeményeivel lép fel. Gyerekkoromban nagyapám sok népdal tanított. Általában így vártuk anyut az állomáson, mert anyukám is ide járt Pécsre, és még voltak itt dolgai, csak hazaköltöztünk, és akkor tanultam rengeteget 4 éves korom körül. Az együttzenélés az szerintem, ami pozitívabb, olyan szinten, hogy sokan figyelnek egymásra, együtt dolgozunk egy ügyért, egy közös dologért, amit mindnyájan szeretünk, akkor jó egy együttes, mindenki szereti csinálni, amit csinál, és az jön le a színpadról, hogy mi szórakoztatunk, mert mi is jól érezzük magunkat. Egyedül már nagyobb a felelősség, tehát egy kicsit nagyobb a teher. Szerintem azt már egy ilyen magasabb fokú, ilyen önkifejező dolog, ha az ember egyedül is képes olyan hatást elérni, mint több emberre. Amikor így dolgoztam, vagy dolgom volt több, akkor nagyon nehéz ezt így beosztani időben, mert váratlanul jönnek általában a számok. Egyszer a szöveg, meg a dal is, de előfordul az is mostanában, hogy már ráérek így félretenni, hogy felveszem diktafonnal egy részét, és akkor később meg összerakom. Mindenkinek van szerintem valami bogara, hogy ezt így kifejezi, hogy így figyeli a világ folyását. Horvátországban próbálkoztam utcazenélés folytán, mert
két éve nyáron sokat utcazenéltünk, és akkor így volt merszem, hogy jó, akkor ott is. Érdekes, hogy magyar számokat játszik az ember, és mégis nagyon sokan jöttek és hallgatták, és tetszett nekik, hogy nem értették, miről van szó. Sok cél van. Az egyik az, hogy szeretnék majd valahogy így gyűjtögetni ilyen kis házi stúdióra, illetve a zeneprogramra, amivel meg tudom magamat így menteni, vagy meg tudom oldani ezt a problémát, hogyha nem találok állandó zenésztársakat, de egy lemezt is szeretnék csinálni. Tanítottam a Gandiban, két évvel ezelőtt volt az is, azelőtt a kántorképzőben, és ezek mind, egy Kozár Michelinben, ezek mind általában ilyen helyettesítő vagy alapítványi munkák voltak, de nagyon szeretnék tűz közelbe kerülni minél hamarabb, mint tanár. A zene ahhoz, ami az egyetlen dolog, amihez így igazából értek, és a zene az, ami akár ilyen hangulatokat is befolyásol. A zene az élet sója. Kedves nézőink, Önök az Universitas Televízió műsorát látták. Híradónk és a nyitott egyetem előadásai megtekinthetők a www.univtv.pte.hu honlapon is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Két hét múlva ismét várom Önöket. Viszontlátásra!